Köszöntöm kedves nézőinket! Önök Sportkorzó című magazinműsorunkat látják. Itt van velem a stúdióban Hajdu Tamás, az egykori II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium testnevelő tanára, aki nagyon szép eredményt ért el. Mindjárt beszélünk erről is. Első körben üdvözöllek, és köszönöm, hogy eljöttél a stúdióba. Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök én is mindenkit. Diákolimpia, és méghozzá több szép eredmény is sikeresen elértettek az alsóőrsön tartott tornán, santkézilabdában. Erről mesélsz nekem kicsit, ugye volt egy aranyérem, meg egy ezüstérem, de hogy pontosan hogy zajlott és hogy milyen korosztályban is sikerült ezeket elérni? Hát a Rákóczi ugye diákolimpiákon indul, gondolom a többi iskola is az országban, és ahogy a mi gyerekeink így belenőttek a strandkézilabdába, így érdemesnek tartottuk, még amikor ott tanítottam, már akkor is jártunk strandkézilabda a diákolimpiákra. Érdemesnek tartottuk azt, hogy ebbe a versenybe benevezünk, mert látva a gyerekeknek a tudását, az évről évre való fejlődését, így nagy célokkal lehet elindulni egy ilyen versenyen, akár a látod aranyérem, vagy ezüstérem, vagy minél jobb helyezés, ezért idén is a volt kolléganőm benevezte őket, és ugye megkért engem, hogy mivel már nem vagyok tanára, csak mint edző segítsem őket ki, mert az összes gyerek, hogy a nálunk játszott utánpótlásba Budakalászon, meg hát van egy kis hazai vonzata is ennek, mert mind a két film vagy mind a három film Rákóczis, és mind a három részt vett ezen a strandkézilabda diákolimpián. Igen, alsósőn volt a hétvégén. Ezt a döntőt megelőzte azért egy országos elődöntő, ahol három régióba volt felosztva Magyarország, és akkor ott onnan lehetett bejutni, vagy kvalifikálni magunkat az országos döntőre. Ott mind a két helyszínen, tehát a gimnazisták is, meg az általános iskolások is győzelemmel tudtak kvalifikálni magukat ugye ebbe a döntőbe. Hétvégén a alsóőrsön ugye a gimnazistáknak, a 5.-6. korcsoportosoknak volt ez a verseny megrendezve. Itt a legszebb eredményt, az aranyérmet értük el egy nagyon szoros döntőbe, ahol szétlövéssel tudtuk megverni a Győr-Apor gimnázium csapatát. Aztán a hétfő kedden, ugye június 10-11-én meg a általános iskolás, a 7.-8., tehát a 4. korcsoportosoknak volt a döntője. Ott is szépen eljutottunk a döntőig, de ott csak az ezüstérem sikerült, és ugyanúgy a Győr-Apor általános iskolás gimnáziumtól kaptunk ki. És alapvetően hogy érzed, mi ennek a két korcsoportnak az erőssége, hogy mind a ketten eljutottak a döntőig? A nagyobb korcsoportnak az az erőssége az 5.-6.-nak, hogy mi tavaly csináltunk egy Kalászi BHC nevű strandkézilabda csapatot, akiket a felnőtt bajnokságból indítottunk el. Ezzel a csapattal, ezzel a tavalyi országos döntőn, a strandkézilabda országos döntőjén 3. helyezést értünk el. Tehát ez egy hatalmas eredmény, úgyhogy felnőttek között 16-17 éves gyerekek. És ugye nagyon sok fiú jár a Rákócziba ebből a csapatból, így elég nagy valószínűség, hogy nagy eséllyel indulunk ezen a országos diákolimpián döntőn, és akkor tehát ők játsszák ezt, főleg úgy a másik részéről, meg az, hogy a drága, nagyobb elsőszületett fiam, az miután kiöregedett az utánpótlás válogatottból, így már a felnőtt válogatott keret tagja is. Aha, de jó, akkor igazából itt összeszokott csapatról is beszélünk. Igen, aha. Egy részről, igen. És itt láttam, hogy még egy gólkirály címet is elértetek itt az 5.-6. csoportban. Igen, Kismáté. Aha, igen, Kismáté és egyébként ezt tudjuk, hogy mennyivel, emlékszel rá, hogy mennyi gólt sikerült dobni? Nem néztem, azt ők szokták nézni, nem tudom. És egyébként mi a véleményed róla, hogy alapvetően a mindennapokban is ilyen gól erős, vagy csak itt ezen a tornán jött be nagyon ebben a gólvágásban? Ő terembe szélsőt játszik, strandon beállót, és ugye mind a kettő vonaljátékos, hogyha így mondjuk a teremben is, meg a strandon is, tehát az ő gólszerzése nagyon függ a többi játékosétól, főleg a középső irányítótól. De mivel strandkézilabdában mindig 4-3-at játszunk, tehát 4 támadó, 3 védő, ezért egy ember biztos szabadon marad. Igen, a drága fiamtól sok labdát kap, meg a többitől, és elég jól értékesíti a helyzeteit, tehát gratulálok neki így is a gólkirályi címhez. Még azért neked is gratuláljunk, hiszen a legjobb vezetőedző pozícióját is. Igen, a győztes csapat edzője az mindig megkapja ezt a díjat, igen. És hogy érzed egyébként a utóbbi években eléggé nagy népszerűségnek örvend ahhoz képest a strand kézilabda, mint amit ugye mondjuk egy 10-20-30 évvel ezelőtt. Mennyire nehéz, könnyű most egyébként a fiatalokat akár bevonzani ebben a sportágban, hogy érzékeled? Ebben a sportágban a fiatalokat beintegrálni egyáltalán nem nehéz, mert élnek-halnak ezzel a játékért. Akinek egyszer megmutatod, hogy milyen a homokba kézlabdázni, már le se tudod szedni róla. Tehát most is kollégák tartanak tábort, 50-en vannak és megőrülnek a strandkézilabdáján. Idén elkezdtük a nagyon piciktől is, a 12 évesektől, 13 évesektől különböző tornákra, évente van nyáron 3-4 ilyen utánpótlás tornájuk, azokra most viszünk 3-4 csapatot, annyian jelentkeznek, és hogy megszeressék ezt a játékot. Tudom, hogy sok teremedző kicsit ellenzi, mert hogy ugye a két teremkézlabda közti időszakban pihenjenek a játékosok, de a gyerekek azok tényleg megőrülnek érte, és hál' Istennek a szövetség is rendez nagyon sok utánpótlás tornát, ahol nem csak ugye a 16-17 évesek, hanem a fiatalabbaknak is érmekkel, tehát ennek megvan ugye a varázsa, és rengetegen vannak. És nem csak tőlünk Szenten, vagy Budakászról, Szentenéről, hanem az ország többi részéről is. Tehát egyre népszerűbb ez a játék. És ugye nyilván pont jó embert kérdeznek, mert úgy te a válogatottnak is az edzője vagy. Igen. Hogyan szerepel úgy általában most a magyar viszonylatban, a minden korosztályban, akár a felnőttben a magyar válogatott? Hogy érzékeled, hogy mennyire vagyunk jók ebben a sportágban? Van egy két válogatottunk, van a felnőtt válogatott, meg egy utánpótlás válogatott. Az utánpótlás válogatottak azok 16-17 éves gyerekekből állnak. Tavaly és tavaly előtt a 2006-os, 2007-es korosztály Európa-bajnok lett. Most idén, most már 2008-2009-es az válogatott korosztálya, tehát a születésű gyerekek. Most mennek Várnába, ma utaznak Várnába, EB-re, hát nagyon szurkolunk nekik, meglátjuk, hogy milyen eredményt érnek el. A felnőtt válogatott meg múlt héten jött haza Kínából, világbajnokságról, ahol 7. helyezést értünk el. És pont beszéltük stúdión kívül is, ugye, hogy igen, nemrég érkeztettek haza Kínából. Mennyire volt egyébként elégedett látottakkal, amit elértettek most Kínában? Összességében elégedettek lehetünk. Egy hajszálon múlt a 4 közé jutásunk, aztán egy hajszálon múlt az, hogy az 5-6-él játszunk, vagy az 5-6-él játszunk. Ez sajnos egy ilyen sportág, most nem nekünk érkezett a szerencse. Tavaly egy picit mellénk állt, egy Európa-bajnokságot is tudtunk nyerni a felnőtt szinten. Most nem, hát ez egy ilyen játék, csináljuk tovább, jövőre EB, fiatalítani szeretnénk, több fiatalt behozni a rendszerbe, ami szerintem sikerülni is fog. Most az átlagkorosztály mire tehető a felnőtteknél? Ugye említetted a fiatalítást. 30 év körül, 26-27. Ja, van, aki fiatalabb, tehát úgy a fiatalítás, hogy a 20 év körülieket. Tehát most, ha már kort nézünk, egy 27 éves és fiatalember, tehát persze. Mert a strandkézilabdánál van egyébként ilyen, mint mondjuk a termesnél vagy a focinál, hogy van egy bizonyos kor, ami fölött egyébként már nehezebben fejlődik az ember, és ott is van az a szokványos, hogy akkor utána már inkább a visszavonuláson gondolkoznak, vagy ezt el lehet lőni inkább, hogy azért ott tovább is tudják bírni a sportot? Nem, ezt tovább is tudják bírni, mert ez 2 hónapról szól ez a játék. Annyit nem edzenek a csapatok, mint teremben, ugye, hogy nap, mint nap. Ezt lehet bírni, hát nézzél rám, 46 éves vagyok, és még a mai napig aktív játékos. Tehát akkor ezt igazából nem válogatott szinten, de hogy igen. És az elmúlt években akkor úgy érzed, hogy fejlődik folyamatosan egyébként ez a történet? Igen. Igen, meg ha megnézzük egy horvát válogatottat, ott is már kb. 10-15 éve együtt játszanak ezek a játékosok, tehát igen, nyilván egyébként meg van egy valami bizonyos a braziloknál is, meg igen, nagyon soknál, persze egy idő után fiatalodik az egész, tehát persze. Az idősebbek kiszállnak, és akkor általában a fiatalabbaknak a helyet, tehát így cserélődnek. De ugye egy csapatot építesz, vagy egy válogatott építesz, azért a magot mindig megtartod, tehát nem úgy vagy 10-10-be, azért a magot megtartod, és akkor hozzáteszed tehát azokat a fiatalokat, akik ügyesek, látsz benne potenciált, hogy ezt se odérnek, aztán vagy igen, vagy nem. Tehát ez igen, de ugye említetted, hogy milyen jól szerepeltek, ugye alapvetően úgy látszik, hogy akkor van hova nyúlni a fiatalok körében is. Igen. Van rengeteg fiatal a strandon, más csapatokban is, akik odaérhetnek. Hát csak munkát, meg időt kell rászállni, mert ugye ez azért a nyári szabadságokat, meg a nyári vakációt elveszi ez a játék. Igen, meg gondolom egyébként ez pont elébe elveszi azokat a lehetőséget, amit egyébként a nyár ad a magánéletben az ember. Igen, és ennek vége akkor már indul a terem, tehát túl sok pihenőidő, és akkor nagyon sok fiatal ezért nem vállalja, nem sok, hanem a kevesebb fiatal ezért nem vállalja be azt, hogy nem strandkézizik, mert inkább ezt a másfél hónapot, amit ugye kézabon nélkül töltet, azt inkább mással tölti. Hát, de kinek mi a fontos, hogy eskülemélve akar beleteni az energiát, mert hogyha valaki él-hal, akkor gondolom nem fog számítani neki, hogy akkor kiesnek tárgyalok. Neki az a kikapcsolódás, az a hétvége. Mert is, hogyha a termesből átmegy ugye a strandra, akkor utána egyébként van azért valamennyi minimális ideje, hogy azért mégiscsak pihenjen nyáron, mert vagy végig kell nyomni az egészet, semmi. Akkor tényleg szó szerint kell érteni. Most ezt a strandot se úgy vegyétek, hogy nap mint a bezünk, tehát a csapatoknak van egy, max. Két edzése a héten, meg a hétvégi tornákra elmennek, de nem minden hétvégén mennek tornákra, tehát ez nem egy olyan, hogy minden hétvégén mennek, tehát ez egy ilyen kicsit szabadabb játék. Aha, hát akkor be lehet sűríteni egyébként. Illetve valaki nem is edz, mert hogy egy csapatból mondjuk az ország 5 pontjából állnak össze a játékosok, ilyen baráti társaság vagy ilyen társaság, tehát nem minden úgy állnak a csapatok, hogy ott is laksz azon a helyen. Tehát ja, értem. Aha. Nálunk is van ebben a fiatal társaságban Füreden lakó veszprémi fiú, az most nem fog följönni a lupára, hogy edzen. Persze, az megértető. Azokat csak találkozunk a hétvégén, és akkor így játszunk. Aha. Tehát ennek, hát és akkor a kézlabdás család, ott van egy csomó kézlabdás, barátkoznak másokkal, tehát ez egy ilyen tök jó kis hétvégék. Aha, tök jó, de akkor igazából lehet integrálni más programot is a nyárra, hogyha arról van szó. Igen, persze, igen. Tehát azt össze lehet egészen. Igen, ez annyira nem kötelező, mint a év 10 hónapjában teremkézlabda. Igen. Csak annyi, hogy ezt is bele kell számolni az embernek, hogyha komolyan szeretné. Tök jó. És ugye volt azért egy időszakod itt Budakalászon is, ott mi történt pontosan, hogyan szerepeltetek? A teremcsapatban? Igen. Én U12-es edző voltam, idén a gyerekek nagyon sokat fejlődtek ebbe az évbe, ott nincs tabella, nincs gólkirályi cím, tehát semmi, ott csak játék van, megvannak az eredmények, de nincs tabella. A gyerekek nagyon sokat felfejlődtek, ahonnan elindultunk, és hova fejlődtünk, le a kalappal előttünk. Nagyon élveztem velük a munkát, plusz még ugye erőlétben is foglalkoztam a fiatalokkal, megpróbáltam megtanítani a különböző technikákat, hogy majd később az erőfejlesztésnél ne okozzon gondot. Plusz ugye a másodedző voltam az NB1-es csapatnál. Szerintem nagyon szép eredményt értünk el ebbe az évbe. De úgy, tehát ez az elmúlt éve szerintem egy tök komplex, tehát jó sikerült év volt minden korosztályban. Aha, tehát akkor úgy mondod, hogy sikeresen zárult egyébként a szezon. A többi korosztályunk is nagyon szépen vett részt, vagy sikeresen zárta az évet. Az U16-os csapatunk. Meg az U15-es igen, egy nagyon kicsivel maradt le a dobogóról, a serdülő csapatunk, az U18-as csapatunk a 4. helyen végzett, és ez tök jó, mert ugye akadémiákat is megelőztünk, tudod, ahol csak a kézzel, de ez nagyon szép eredmény tőlük. Az ifi csapatunk is középmezőnyben végzett, tehát... Aha. És mondhatjuk itt mindenki egyébként inkább környékbeli, ugye, ezekben a csapatokban? Igen. Mennyire jellemző az, mert sokszor előfordul, hogy próbálják az ügyesebbik játékosokat lenyúlni, az akadémisták is elvinni őket, hogy ez mennyire el szokott probléma lenni most nálatok utánpótlás szinten, hogy mondjuk próbálnak ilyeneket. Nálunk ilyen probléma nem volt, de hát ez most egy ilyen világ. Aha, tehát, persze. Tehát aki menni akar, azt menni. Hát próbáljuk itt tartani szép szóval a szülőkkel beszélni, hogy mi a mi véleményünk arról, hogy elmegy, nem megy el, hogy családhoz közel maradjon, inkább itt játszon, aztán majd lesz lehetősége tovább lépni, de hát amelyik gyerek menni akar, annak sok sikert kívánunk, és el kell engednünk, tehát nem lehet erőszakot itt tartani. Egyébként meg hát most ez tényleg egy ilyen világ. Tehát. Igen, egyébként, és a sportáktól függetlenül is így működik. De nálunk nem volt jellemző az, hogy most egy-kettő kitalálta, hogy tovább lép meg ilyenek, de nálunk nem jellemző. Aha. Tehát nálunk a 90%-a a gyerekeknek itt marad. Aha. És ennek megvan az előnye, és pont beszéltem az utánpótlás szakvezetővel erről, hogy viszont itt sokkal nagyobb esélye van a gyerekeknek bejutni ugye egy NB1-es klubba, amit mondjuk ha elmenne Veszprémre vagy Szegedre. Ott az alapvetően ugye sokkal nehezebb bejutni, és itt, ahogy láttam is, azért Kalászon inkább a magyarokra, meg a fiatalokra, meg a saját nevelésre próbálják kialakítani a felnőttcsapatot. Próbálkozunk meg, annak nagyon örülünk, hogy környékbeli gyerekek jó társaságok alakultak ki, tehát minden csapatnál teljesen jó. Nagyon sokan egy iskolába járnak, egy osztályba járnak, tehát ma azzal se kell foglalkozni, hogy beépíteni őket a közösségben magát, mert jó közösséget alkotnak. Hát, hogy könnyű bekerülni itt, mint jó, hát nyilván a Veszprém, meg a Szeged, meg ezek a BL csapatok, azért ez más szint, tehát oda még az ottani játékosoknak is elég nehéz bekerülni. De hát én most ebben úgy nem mennék bele, mert persze, én mi örülünk annak, hogy itt maradnak, van előttük egy cél, de egyébként az itteni játékosoknak se az a, vagy a gyerekeknek se az a cél, hogy ő NB1-es játékos legyen. Tehát sokan csak szeretik a kézlabdát, csinálják, de nem úgy ambiciózus, hogy most ő profi játékos lesz. Tehát az a kevesebb. Aha. Csak szereti a kézlabdát, meg oda sok olyan barátja van, ismerős, aki jön, és akkor ez, hát ez megtartja magát az egésznek. Igen. Ez a szépség a csapatjátéknak, hogy közösségbe vagy, jó közösségbe vagy, sportolsz a barátaiddal, vagy nem csavarogsz, nem lézensz, nem jössz ide-oda. Közben tanulsz mellette, ugye a tanulmányozás is folytatod, és akkor majd eldől, hogy melyik gyerek szeretne élsportra adni a fejét, vagy a munka mellett játszani. Igen, nyilván az ember eldönti egy idő után, hogy akkor melyik az, amit ugye előtérbe helyez, és akkor arra teszi nagyobb energiát, de hát mindkettőt lehet hasznosítani ugyanúgy a későbbiekben is. Ja, igen, persze. Tehát az út az nyitott mindenki számára. Hát örülök, hogy eljöttél, köszönöm, hogy itt voltál, sok sikert kívánok a továbbiakban is, és reméljük, hogy azért sok szép eredményeket fogtok elérni a sandkézilabdában is, és hogyha valamit látnak, akkor úgyis majd hívunk, és akkor megbeszéljük, hogy megint milyen szép eredményeket értetek el. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a meghívást, köszönöm szépen. A nézőknek pedig a figyelmet köszönöm szépen, a viszontlátásra.